kezdjük azzal, hogy mélyebben belemenjünk a témába, hogy egy kicsit beszélek arról, hogy mi történik akkor, ha eszünk, hogy tudjuk utána értelmezni, és tudjuk átlátni, hogy mi történik, ha nem eszünk. Mi a különbség? Az anyagcsere ugyanis teljesen más, amikor eszünk, és teljesen más, amikor nem eszünk. Ezért egy kis élettani ismeretet fogok most átadni, ami fontos az alapozáshoz. Hogyha táplálékot veszünk be, már a szánkban elindul az emésztés. Már a nyálban vannak emésztő enzimek, így amikor eszünk, a szájunkban elkezdődik az emésztés, majd így a nyelőcsővel lejut a táplálék ide, a gyomorba, a gyomorból pedig majd a vékony bélbe. Az emésztés nagy része a vékony bélben zajlik. Itt történik meg az, hogy a táplálék építő egységeire bomlik, ami azt jelenti, hogy a fehérjék aminosavakra bomlanak, a zsírok zsírsavakra, a szénhidrátok pedig egyszerű cukorra. Egyszerű cukor például a glükóz. Végső soron egyébként minden szénhidrát glükózra bomlik, ez a szőlőcukor magyarul. Ha a vércukorról beszélünk, akkor a vérben lévő glükózt értjük alatta. Tehát a glükóz nagyon fontos lesz a későbbiekben, ezt jegyezzük meg. A vékony bélben elkezdődik a felszívódás, és amikor most főleg azért a vércukorról van szó, mert én most a szénhidrátokra hegyezem ezt ki, mert az lesz most nekünk fontos. Amikor felszívódik a cukor, akkor az megemeli a vércukorszintet. Ez evés után nagyjából egy órával érje el a csúcspontját, tehát akkor a legmagasabb a vércukorszint. Ha viszont a vércukorszint megemelkedik, akkor inzulin is termelődik. Az inzulint a hasnyálmirigy termeli, és ez egy raktározó hormon. Nagyon-nagyon fontos hormon, rengeteg kutatás zajlik ma az inzulinnal kapcsolatban, mivel tudjuk, hogy nagyon sok betegség kialakulásában szerepe lehet, például a policisztás ovárium szindróma, az inzulinrezisztencia ugye miatt, és a cukorbetegség is ilyen, a metabolikus szindróma szintén. Lényeg az, hogy az inzulin nagyon fontos hormon, hogyha a vércukor megemelkedik, az inzulin szint is megemelkedik, és mivel ez egy raktározó hormon, eljuttatja a cukrot a megfelelő helyre. Ez pedig nagyrészt a májban van. A májban ugyanis a cukor tud raktározódni. A glükóz glikogénként. Tudom, ez kicsit bonyolult, de ez fontos, hogy megértsük a későbbiekhez. Valamint az izomban is tud raktározódni a glükóz, szintén glikogénként. De lényeg az, hogy amikor mi megettük a szénhidrát tartalmú ételt, a vércukor megemelkedik, az inzulin pedig bejutatja azt a sejtekbe. Az izomsejtek fel tudják így venni a cukrot, az agysejtek fel tudják venni a cukrot, és így tudják hasznosítani. Azonban, hogyha már a glikogén raktárak is telítődtek, tehát megteltek, és még mindig van cukor feleslegesen, akkor azt bizony el kell valahova rakni, és ez a zsírraktár. Minél több szénhidrátot fogyasztunk, annál valószínűbb, hogy annak egy jelentős része a zsírraktárakba fog kerülni. Ez történik tehát, amikor eszünk. Oké? Emésztés, felszívódás, és annak egy része rögtön sejtekbe jut, más része raktározódik. Vagy a májban, az izomban, vagy a zsírraktárakban. De mi történik, ha nem eszünk? Hogyha mondjuk most nem ettetek már jó néhány órája, a vércukor szintetek az csökkenni kezd, és ez esetben az inzulin szintetek szintén csökken. Mert nincs szükség most arra, hogy az inzulin csökkentse a vércukrot, mert már alacsony az a vércukor. Ez esetben egy másik hormon termelődik, amit úgy hívunk, hogy glükagon, ezt is a hasnyálmirigy termeli, ennek viszont az a szerepe, hogy a vércukor szintet növeli. Mert a szervezetünk arra törekszik, hogy a vércukor szintet egy stabil tartományba tartsa, körülbelül 4 és 6 millimol per liter között. Ha ennél kevesebb a vércukor, az problémás, és ha ennél magasabb, hosszú távon az is problémás. Tehát ez a glükagon, ez azt érje el, hogy a májban elraktározott glikogént felszabadítja,
ugye átalakul ez glükózzá, és ismét a vérbe kerül, megemelve a vércukrot, és így a sejteknek megint lesz energiaforrása. Ez tehát nagyon jó, hiszen étkezések között is stabil lehet a vércukorszintünk. Hogyha mi továbbra sem eszünk, tehát még több ideig, akkor a szervezet elkezd egyre több energiát a zsírraktárakból felszabadítani. Hogyha kiürültek már a glikogénraktárak, akkor a nagyon nagy részét az energiafelhasználásnak a szervezet a zsírraktárokból nyeri. Viszont manapság az emberek szinte folyamatosan esznek, elterjedt az a tévhit, hogy naponta 6-szor kell enni, ami a legtöbb ember számára egy rossz tanács, és ezért gyakorlatilag felkeléstől lefekvésig az emberek esznek, ráadásul nem is alszanak sokat, szóval alig marad ki egy olyan időszak, amikor nincs táplálék. Ezért az emberek nagy része szinte el se jut abba az állapotba, amikor a szervezet a zsírraktárokból kezd el nagyobb részt felszabadítani energiát. Persze egy bizonyos szinten ez megtörténik folyamatosan, tehát most ti, hogy itt ültök, most is égettek zsírt, csak kisebb százalékban. Ha viszont valaki úgy ül itt most, hogy nem evett már 2-3 napja, akkor ő az energia felhasználásának a nagyon nagy részét a zsírból nyeri. Nagyjából 12 órának, vagy akár még többnek is el kell tennie ahhoz, hogy a máj glikogénraktára kiürüljön, és a szervezet nagyobb részt kezdjen el zsírt használni. És mi történik, ha még mindig nem eszünk? Hogyha még mindig nem eszik az ember, az inzulin szintje még alacsonyabb lesz, és a zsírból való energianyerés még nagyobb teret kap. Hogyha van inzulin, nincs zsírégetés szinte lényegében. Tehát ha valaki egész nap szénhidrátot eszik, akkor szinte egész nap magas az inzulin szintje, és a szervezete hozzá se fog nyúlni szinte a zsírraktárakhoz, és ennek bizony elhízása következménye. Ráadásul, ha folyamatosan magas az inzulin szint, a szervezet ellenállóvá válik az inzulin hatásával szemben, és kialakul az inzulin rezisztencia. Biztos hallottatok már erről. Ennek az a lényege, hogy a sejtek, főképp az izomsejtek, nem olyan érzékenyek az inzulin hatására, és sokkal több inzulin kell a szervezetünknek ahhoz termelni, hogy a cukor bejuthasson a sejtekbe. Ez a cukorbetegség előszobája. Ha valaki inzulinrezisztens, akkor a szervezetének több és több inzulin kell termelni ahhoz, hogy a vércukrot normál tartományba tudja tartani, és egy idő után a hasnyálmirigy kimerül, nem bírja tartani a tempót, és kialakul a cukorbetegség, a kettes típusú cukorbetegség. De a mi szempontunkban most az a lényeges, hogy ha hosszabb ideig nem eszünk, és itt most legalább egy, de inkább több napra gondolok, akkor a szervezetünk elkezd átállni egy más anyagcserére. És ez egy nagyon fontos dolog, ez az átállás. Mert egyébként, ha normálisan eszünk egy kiegyensúlyozott étrendet, akkor ez nem nagyon történik meg. Ez szinte csak ilyen hosszabb bőtnél történik meg, jelentősebb mértékben. És itt még nincs vége a dolognak. Mivel? Van egy kis bökkenő. Ugyanis az agyunk, egy különleges szervünk, ő a glükózt szereti, a cukrot szereti. Hogyha van cukor, ő azt használja fel. És viszont nem tud zsírsavakból energiát nyerni. Az agyunk nem tud zsírsavakból energiát nyerni. Van még egy-két ilyen sejt, például a vörösvértestek, ők se tudnak, tehát az agyunknak kell egy másik, vagy meghal, ha nincs glükóz, de nem így lettünk megalkotva, hanem úgy lett megalkotva a testünk, hogy nagyon alkalmazkodó képes. És ha nincs glükóz, akkor ő átáll egy másik energia felhasználási forrásra, és ez a ketontestek. Ezt úgy is hívjuk, hogy ketózis, amikor a szervezetünk ketontesteket használ, az agyunk ketontesteket kezd el használni. Nem glükózt, hanem ketontesteket. A ketontestek
szintén a zsírokból származnak, a zsíranyagcsere során keletkeznek, és az agyunk a ketontesteket fel tudja használni. Egyébként nem csak az agyunk, a többi sejtünk is tud ketontesteket, a legtöbb sejtünk tud használni, például a szívizom is tud. Tehát ez a ketontest, ez egy alternatív energiaforrás. Biztos hallottatok már manapság, nagyon divatos a ketogén diéta. A ketogén diétának pontosan az a lényege, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz, általában kevesebb, mint 50 g-ot naponta, és ez is rákényszeríti a szervezetet, hogy kezdjen el ketontesteket felhasználni. És ez egy nagyon, manapság nagyon forró kutatási terület, a ketogén diéta, mert úgy tűnik, hogy sok betegségben segít. De nekünk nem kell ketogén diétát csinálni, mert bőjtel ugyanezt érjük el. A bőj során is a szervezetünk átáll a zsírokból való energianyerésre, és az agyunk pedig átáll a ketontestek felhasználására. Oké. Ennyit az élettani háttérről. Ez kellett ahhoz, hogy a többit azt meg tudjátok majd érteni.